Fú, rázódulnak a világ negatív hírei, és azért negatívak, mert akkor a negatív érzéseket erősítik fel, és te menekülsz, és te védelmet kérsz. Valahol valami mencs várra vársz. A negatív híreknek azért van erősebb jelentése, mint a pozitívoknak, mert az emberiség a saját születése óta mindig védekezésre kellett, hogy beálljon a természeti erőkkel szemben, a szomszédos katonaság támadásával szemben. Tehát ezek iránt fogékonyabb. Nos, de nézzük meg, hogy mi különböző szinteken próbáljuk a problémát elemezni, de jószerével sosincs olyan szinten ráhatásunk. Van, aki a baját ráhárítja rócsídra, meg ez egy jelenség nem egy ember, van benne valami egyébként. Putyinra, Európa politikára, orbára, inflációra, bármire, de ezekre egyikére, ezek egyikére sincs ráhatása tehát érdemes ezekkel így foglalkozni? Érdemes annyiból, hogy tudnunk kell róluk, de a problémákat az őszintjükön nem tudjuk megoldani, nem állunk mellettük, és nincs arra lehetőségünk, hogy az agyukba lássuk, vagy rájuk hassunk. Csak a szűk környezetünkre van hatásunk, illetve magunkra. Ezek a problémák oda is elvezethetnek, hogy Gyakorlatilag próbáljuk visszarendezni önmagunkat a saját körünkön belülre. Ezt mondom azért, mert sokan nem ezt teszik. Amikor a gond már az, hogy mit adok enni a gyereknek, hogy járatom iskolába, nem az, hogy mi lesz holnap, hanem mi lesz ma akkor már elveszti a jelentőségét. Putin, Orbán, Európa politika, infláció. Tudunk róluk, de nem tudjuk megoldani. De hogy lesz kenyér? A napi gondok. Ezek a napi gondok azok, amelyeknek van jó oldala is, ugyanis kiszakítanak minket abból a globalizációs folyamatból, hogy központi rendszerre kapcsolják az agyunkat, mert a központi rendszer képtelen eleget tenni a mi igényeinknek. Le kell válnunk erről, hogy kenyeret adjunk. Végre talán egy saját utat járhatunk. Meg kell oldanunk, ha túl akarunk élni, meg kell oldanunk. Szídjuk Istent, hogy hogy engedheti ezt Isten, hogy idáig jutott a világ? Hogy? Hát Isten a jóval teremtett, ami baj van, és ami gond, azt mind ember hozta létre. Isten most ott néz le ránk, és mondja, hogy hát akkor ha ti csináltátok, akkor szívjátok meg ti. Most szívunk, de ez a szívás talán visszavezet az ő útjára, aki benne hisz, és aki nem hisz benne, egy olyan útra, ami a sajátja. A tudomány, a kultúra, a hobbia, tehát ami benne programozva van. Talán ez a sok szenvedés és viszontagság fejbe kólint minket ahhoz, hogy na végre megtaláljuk önmagunkat, és ne mások mondják meg, hogy kik vagyunk mi. Wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.